Alapos bőrfertőtlenítés, és már kezdődhet is a vér leadása. Tolnán a magházban várták most azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. Hiába volt munkaidő, sokan kéretőztek el, hogy így mentsenek életeket. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Többször így megfogalmazódott bennem, hogy el kell jönni, mert hogyha mondom kihagyok egyet, akkor utána érzem magamon egy kicsit. Meg hát természetesen segíteni tudunk az embereken, másokon, akinek szüksége van rajta, rá, és ilyenek. Az OVS munkatársai Tolna vármegyében nem csak a szekszárdi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik is. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Ezt alapul véve kijelenthető, hogy az országnak ezen a részén kifejezetten aktív a lakosság, ha az apró tűszúrás vállalásáról van szó. Az Országos Vérellátószolgálat tavaly évben 343 ezer egységvért vett le, ez 9260 helyszínen, közel 230 ezer véradótól történt ennyi vérvétel. Az új véradók számában nagyon örömteli változás történt előző évhez képest, mint országosan, mint Tolna megyében növekedett. Az első véradók száma, ezen belül is a 18 éves első véradók száma is nagy mértékben növekedett. Tolna megyében 9450-en jelentkeztek a tavalyi évben véradásra, köztük 609 új véradó. Vért adni évente akár többször is lehet, a legtöbben pedig, akik itt segítenek, már rutinosnak számítanak. Az első véradókra azonban mindig szükség van az utánpótlás biztosításához. Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, ez alatt a vörösvérsejtek is visszatermelődnek. Egy év alatt a nők négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért. Ennek az oka, ennek a különbségnek, hogy a nők hajlamosabbak egy kicsit a vérszegénységre. Szekszárdon a véradó központban az Ybl Miklós utcában hétfőnként várják a segíteni akarókat.